A beruházás helyszínét mutatja Trencsényi Imre Ibrány polgármestere Seszták Oszkárnak, a megyei közgyűlés elnökének. Ez a nemrégiben felújított út vezet a város északi ipari területére, ahol 5 vállalkozás is működik. A teljes 600 méteres szakaszt újra aszfaltozták, fejlesztették a villamos hálózatot, illetve csapadék szikkasztó tárolót is kiépítettek. A másik település részünkön, a déli iparterületen is megvalósult egy útépítés, és ott is a csapadék elvezető szikkasztót tudtuk kialakítani. Nagyon fontos ez a beruházás Ibrányban, hiszen ezzel is ennek az infrastruktúrának a fejlesztésével komfortosabbá tudtuk tenni az itt dolgozó vállalkozásoknak a telephelyeiket, és reményeink szerint még több munkahelyet tudunk ezekkel a fejlesztésekkel generálni. Az ipari fejlesztéseknek egyre nagyobb szerepe van a kisebb városokban, ezért a hamarosan induló TOP Plus is további lehetőségeket biztosít a településeknek, mondta el a megyei közgyűlés elnöke az átadó ünnepségen. Seszták Oszkár hangsúlyozta, a szakképzett emberek számára lehetőleg a közelben kell teremteni megfelelő munkahelyeket és korszerű feltételeket. Ez egy megkerülhetetlen lépcső ugye, a magyarországi fejlesztéseknek, a gazdasági fejlődésnek, hogy megfelelő ipari munkahelyek is kialakuljanak. Aztán persze a szolgáltatásoknak és K+F tevékenységnek is nyilvánvalóan ezt fel kell zárkózni, de én azt gondolom, hogy ez megkerülhetetlen lépcsőfok olyan fejlődési szinten álló ország, Magyarország, hogy ezeket az ipari munkahelyeket létrehozza, az embereknek foglalkoztatási lehetőséget biztosítson, jobb megélhetést, a közmunkaprogramoknál feltétlenül jobb megélhetést biztosítson, és hát látványosan nőnek a bérek is, legalábbis a statisztikák szerint, és remélhetőleg ez minden egyes munkavalló számára is, itt a megyében és Ibrányban is érzékelhető javulás hoz az életminőségben. Vinnai Győző országgyűlési képviselő gyalogosan is megnézte a felújított útszakaszt. Ezt követően arról beszélt, az ipari vállalkozások rengeteg embernek adnak munkát, az Ibrányihoz hasonló fejlesztések pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország újra elérje a járványhelyzet előtti foglalkoztatási mutatót. Itt Ibrányban nagyon jó vállalkozói kör van, akik fejlesztik ezt a térséget, nem véletlenül, hiszen Ibrány egy járási központ, és nagyon jók itt a foglalkoztatottsági mutatók. Ha az országos nézem, a pandémia után 4 millió, a mai adatokat mondom, 4 millió 559 ezeren dolgoznak, ami 4,4%-os munkanélküliséget jelent, tehát kezdjük elérni már a koronavírus járvány előtti helyzetet. Remélem, hogy most a gazdaság újra nekilendül, és talán még többen fognak dolgozni, akár 4 millió 600 ezeren, vagy 4 millió 700 ezeren, és itt az ibrányi vállalkozók, az ibrányi fejlődés is a térségben, a környező települések számára is fontos lehet. Ibrányban a Hősök napjáról is megemlékeztek, különleges módon. Egy 1988-ban készült és a tavasszal felújított emlékszobrot avattak fel a II. Világháborúban elesett ibrányiak tiszteletére, melyre egy friss kutató munka alapján újabb 33 név került fel.